13 ország van jelen ezen a hétvégén itt Kőbányán. Mi adja ennek a versenynek a szakmai presztízsét, hogy ennyien látogatnak el versenyzők közül külföldről is? Idén másodszorra rendezi a Kerékpáros Szövetsége a Budapest GP-t, és egy nagyon fontos momentum az, hogy UCI kategóriás verseny, tehát a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség világranglista pontokat ad a helyezésekért. Ezért a tavalyi évben is már 12 nemzettel debütáltunk, az idei évben az, hogy úgy választottuk ki az időpontot, hogy a világranglista pontokkal már tovább tudjunk menni a jövő évi világbajnoksághoz való kvótaszerzésbe. A VB kvóta megszerzéséhez nagyon fontos állomás a Budapest GP is. Magyarok teljesítménye ebben a két napban hogy alakult, hogy láttad idáig? Idén összevontuk a magyar bajnokságot a Budapest GP-vel, ezzel nem vagyunk egyedülállóak, kisebb országok szokták ezt csinálni annak érdekében, hogy színvonalasabb versenyen tudjanak a hazai versenyzők is indulni. Mi is ezt tettük annak érdekében, hogy minél több legyen az induló a rajtvonalon, és tényleg minden versenyzőnek a maximális teljesítő képességét lehessen kihozni. Ebben a mezőnyben minden szakmai vonatkozásban egyedül Driver Bertolt tud helytállni, akinek VB kvótája van pontversenyben és az olimpiai számban, az Omniumban, ami idén egy nagyon nagy szám, mert nagy harcot vívtunk azért, hogy ezt a kvótát meg tudja szerezni. Látható a versenyen, hogy van egy 8-as mag, aki felüláll mindenki felett. Minden 8 versenyzőnek van kvótája a világbajnokságra, tehát már csúcsra járatva érkeztek ide, hogy innen a csúcsformájuk az a világbajnokságon jöjjön ki. A többi magyar is szépen helytállt, Ilutás Viktor az, aki még oda-oda tud férni. A verseny első szakaszában, a tegnapi napon scratchen és selejtező versenyben ő lett a magyar bajnok. Pontversenyen Bertold nyerte a bajnokságot, de a többi versenyzőnk és a többi hazai versenyző is próbál a legjobb tudása szerint helytállni. Akit még kiemelnék, Papott Andris, utolsó éves ifjúsági junior versenyző, U19-es. Ő volt idén a világbajnokságon, a junior világbajnokságon, ő képviselte Magyarországot. Ilyen szépen teljesített ott is, de még mint friss versenyző nem annyira tudta beilleszteni a képességeit abba a mezőnybe. Itt viszont nagyon szépen szerepel, tud menni a sorral, és tényleg kiemelkedő az ő teljesítménye, és reméljük, hogy a jövő évben már ő a felnőtt válogatottal már utazni fog tudni nemzetközi versenyekre. Innen a világbajnokságra mentek, mi az elvárásod, milyen reményekkel vágsz neki ennek az útnak? Sajnálatos tény az, hogy Szalonta és Sanyi nem jött haza sem, mint magyar bajnokság, sem, mint az UCI kategóriás versenyre, ami nekem, mint szövetségi kapitánynak fájó pontom, hiszen ezt azoknak a versenyzőinknek szervezzük, akik itthon vannak, és főképpen Sanyinak és Bertinek azért, hogy a világbajnokságon részt vehessenek, hiszen az UCI verseny rendezése az egyik kötelező paraméter a világbajnokságon való induláshoz. Sok nagy nemzet, mint például Ausztria is elesett az indulástól, úgy, hogy a hátunk mögött bicikliző Tim Buffler az olimpián részt vett, és nem tud indulni a világbajnokságon, mert nem rendeztek UCI kategóriás versenyt.